A napokban jelent meg Szepesi Nikolett könyve, a címe Én a szexmániás. Ebben a kötetben az egyik legmegdöbbentőbb fejezet, amikor az egykori úszónő arról ír, hogy 12-13 éves korában őt, illetve más társait is szexuálisan zaklatta egy bizonyos táptag. Találtunk egy embert, akire adott esetben ráillik, ráillhet ez a személy leírás. Bacsa Istvánnak hívják, beceneve Kicsi bácsi, hozzá megyünk éppen. Ez pedig már az az új palotai lépcsőház, ahol Kicsi bácsi lakása is található. Miután behívott minket az otthonába, rövid beszélgetés után rátértünk a tárgyra. Először is arról faggattuk, hogy milyen emlékei vannak Szepesi Nikolettről, az egykori úszónőről. Szepesi? Hát az gyönyörű és kis hátúszódó volt. És hogy tetszik emlékezni? Nagyon, én neki nagyon kedves kis lány volt, én nagyon szerettem őt, tehát nagyon aranyos lány volt. Ezután pedig kezébe adtuk a könyvet, és megkértük, hogy olvassa el a zaklatásról szóló fejezetet. Hát szinte érted, Isten az atyám, erről én nem tudok. Nem tudok. Mit tetszik szólni? Hihetetlen. Hihetetlen, hogy ki ez az illető, ki ez. Kicsi bácsinak nincs ötlete? Nincs. Isten bizony nincs. Ezt írta Aniki. Megjelent. Isten bizony nincs ötlete, hogy ki lehet. Pedig hát tényleg hát ott voltam köztük, és én ezt nem tapasztaltam. Döbbenetes, nem? Az. Megáll az ész. Vizsgálatot kezdeményezett az Úszószövetség. És igazuk is van. Igazuk van. Ez abban az időszakban volt, amikor Kicsi bácsi is ott dolgozott, nem? Hát, én nem tudom. Még akkor úszott még, mikor én eljöttem. Mikor én abbajtam, akkor még úszott. Még jó sokáig, 2 vagy 3 évig még utána még úszott. Addig én nem tudom, nem, nekem soha nem paraszkodott semmit. Ki volt még ott masszőr? Senki. Csak Kicsi bácsi? Csak én. De ő azt írja, hogy egy masszőrről volt szó. Hogy egy masszőr követte el ezeket a szörnyűségeket. Mi magunk is nagyon megdöbbentünk, amikor Kicsi bácsi elmondta, hogy magára ismert ebben a történetben, ugyanakkor váltig állította, hogy ő nem követett el ilyen bűncselekményt. Azt írja neki, hogy volt egy stábtagunk, egy alacsony, kerti törpeszerű emberke, nagyjából 50 és 60 között. Én vagyok az. De én nem csináltam. Nem. Biztos, hogy nem. Esküszöm az élő Istenre, hogy én nem csináltam. Na, figyelj! Ebben a könyvben, hogy Bacsa Istvánról. Értem. Ő nem állít ilyet? Nem állít. Mi azért kérdezzük, mert ahogy a Niki körülírta ezt az embert, ez akár ön is lehet. Én se állítom ezt. Mi se állítjuk ezt, hogy Kicsi bácsiról szól ez a történet. De a leírtak alapján... Leírtak alapján rám élik. Én azt értem. Leírtak alapján rám élik, de nem én voltam. Én nem csináltam. Na, higgy el, hogy ne. Szarházi a Niki az anyjában, jó Isten, hogy ilyet megmert írni. És rám meri kenni, mert nem én csináltam. Szarházi a Niki. Ő ugyan nem, írja, nem írta le azt a nevet, hogy Bacsa István, nem írta le azt, hogy Kicsi bácsi. Ő nem nevezi meg ezt az illetőt. Megnevezte volna. De körülírta. Akkor följelenteném becsületsértésért. Hogyha nem a Niki, hogy a Niki csak az első, aki kiállt ezzel a történettel. Mi van az, hogyha Nikinek a példáját követni fogják mások is, és ennyi évtávlatából erőt és bátorságot merítenek, hogy kiálljanak a nyilvánosság elé ezzel a történettel? Mi van akkor, hogyha felsorakozik a Niki még néhány lány? Álljanak ki! Én még állok elébe, mert én nem csináltam. Isten, lássa lelkem, hogy én nem csináltam. Ne! Nekem nyugodt a lelkiismeretem. Nem rontotta meg ezeket a kislányokat? Nem rontotta. Nem zaklott őket? Nem. Szexuálisan nem molesztálta őket? Nem. Hogyha az Úszószövetség ugye most vizsgálatot indított, és... Én nyugodtan megyek. Nyugodtan meg lehet írni, hogy én nyugodtan megyek be, mert én nem csináltam. Uh-huh. Kicsi bácsi áll elé ebbe egy ilyen vizsgálatnak? Állok elébe. Uh-huh. Állok. De akkor a Niki miért ír ilyeneket? Azt nem tudom, hogy kire írja, vagy mire írja, de én nem csináltam, az biztos.